Tele voltak az üzletek aranyvasárnap, és tömeg volt a piacokon is. Nagyon sokan az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok és karácsonyi menü hozzávalóinak megvásárlását. A legnagyobb rohamot azonban holnapra várják a kereskedők, ezért sok bolt hosszabbított nyitvatartással üzemel. Aranyvasárnap délelőtt tele van a Lehel téri csarnok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az élelmiszerek vásárlása az utolsó pillanatra marad a magyar háztartásokban. Van, ahol még most sincs meg a menü. Még egyelőre nem tudom, még csak most találom ki. Sokan vásároltak a húspultnál, Magyari Anikó a főfogás hozzávalóit szerzi itt be. Szokásos töltött káposzta, meg kacsacombot csinálunk, lila káposztával, meg krumplival. Tömeg van a halpult előtt is, a hagyományos ünnepi étlapról ugyanis nem hiányozhatnak a halak. Idén is, mint minden évben, ugye ez az utolsó pillanatban zajlik le, mert nem szeretnék lefagyasztani, vásárlás mennyisége pedig változatlan. Idén is a ponty és a harcsa a legnépszerűbb. Az árak nem változtak tavalyhoz képest. Harcsafilét 5200, pontyszeletet 1080 forintért lehet kapni. Ez már egy szupermarket, itt holnapra várják a legnagyobb rohamot. Azt mondják, kedden már csak a bevásárló listáról lemaradt dolgokért jönnek. Még az elmúlt évben a karácsony előtti forgalom olyan két napra korlátozódott, akkor csúcsosodott ki. Most azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag mind a négy nap azonosan nagyon magas forgalmat bonyolítanak le üzleteink. Akárcsak a piacon, itt is a friss termékek, a hús és a hal a legkeresettebbek. Ebben az üzletben tegnap 300 kg hal fogyott, ami egy normális szombati forgalom 15-szöröse. A műszaki áruházakban most is sokan vannak. A szakemberek azt mondják, ilyenkor már csak az úgynevezett kiegészítő termékekre vadásznak, általában apróságokat vesznek, a fő ajándékokat nem hagyják az utolsó pillanatra. A fő termékek azok általában a nagyobb volumenű termékek, tehát televíziók, amik azért egy magasabb kategóriát képviselnek, illetve rendkívül népszerűek az okos termékek, ezen belül a számítástechnikához tartozó táblagépek, valamint okostelefonok. Molnár László még egy ajándékot nem szerzett be. Ő hagyományosabb dolgot szeretne vásárolni a feleségének, aki egy rádióra vágyik. Jár az egyik szobából a másikba, és nem szereti ezeket a programozott izéket kapcsolgatni. Az üzletek többsége holnap hosszabbított nyitvatartással várja a vásárlókat, kedden pedig délelőtt szerezhetjük még be az utolsó pillanatra hagyott dolgokat.